Városi rendezvények, sport, fejlesztési lehetőségek, ösztöndíjprogram, közoktatás, szakképzés és közbiztonság. Ezekben a témákban beszélgethettek a salgótarjáni iskolások a helyi döntéshozókkal november 19-én az ifjúsági irodában. Ha ezeket átnézzük, és ezzel kapcsolatban van kérdésetek, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Idén is a fiatalok fogadóórájával vette kezdetét a Gyermekek jogainak hete rendezvénysorozat a Nógrádi megye székhelyen. A salgótarjáni ifjúsági iroda idén is megrendezte a Gyermekek jogainak hete keretein belül a fiatalok fogadóóráját, ahol a fiatalok a város döntéshozóival találkozhatnak. Egy ilyen kötetlen beszélgetés workshop keretein belül mondhatják el a problémájukat, észrevételeiket, tanácsaikat, és kérdezhetnek a döntéshozóktól az aktuális témákkal kapcsolatban. Az oktatás egy központi kérdés, azon belül az ösztöndíjrendszerekről, továbbtanulás, felnőtt képzés, a városfejlesztés ügyeiről, mi fog épülni a városban, mik vannak tervben, a rendezvények, hogy milyen rendezvények várhatóak voltak, akkor a salgótarjáni sportélettel kapcsolatban és a közbiztonság kérdése. Gondolom azért már lassan tisztulnak a dolgok, hogy ki mit szeretne, hogy hova akarni menni. Igen. Itt majd alakul, ott már azért kellene, hogy legyenek valami, mivel szeretnének. Én szerintem nagyon jó lehetőség a fiatalok számára, hogy találkozhatnak a vezetőkkel, és esetleg elmondhatják nekik a problémájukat, hogy mi az, amit észlelnek problémának ebben a városban, vagy mi az, ami jó, és szeretnék, hogy esetleg ez tovább folyna. A vezetők szempontjából is jó, hiszen tanácsot kérhetnek a fiataloktól, akár csak abban, hogy mit szeretnének, milyen koncert legyen augusztus 20-án, azért nyilván nagyon fontos a véleményük. 10 perc után az asztal társaságok beszélgető partnert cseréltek, így mindenkinek lehetősége nyílt valamennyi téma kapcsán kérdezni. A város legtöbb oktatási intézménye képviseltette magát a fiatalok fogadó óráján.